Ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon ünnepeljük Urunk mennybe menetelét, amikor is föltámadás után a 40. napon égbe emelkedett, és az angyalok elmondták, hogy ahogyan látták, hogy az Úr Jézus fölemelkedett az égbe, ugyanúgy fog eljönni majd a második eljövetelekor. Ezt a szentmise áldozatot elhunyt Varga József édesapáért ajánljuk föl halálának 26. évfordulóján. Az Úristen adjon neki örök nyugodalmat, és adja meg neki azt a megdicsőülést a mennyországban, ahová mi is mindannyian vágyunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyúnom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen. Krisztus kegyelme.
igazságot Istennel, és a felelékesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Mennybe menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen eddig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve,
és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Tapsoljatok nemzetek mindnyájan, újongjatok Istennek dicsérő szóval. Mert félelmetes az Úr a fölséges Isten, nagy király az egész földön. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Mivel Isten az egész föld királya, bölcsességgel neki éneket zengjetek. Isten országul a nemzetek fölött, szent trónusán ül az Isten. Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a felséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek,
és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ugyan a Szent Mise elején is említettem, Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, az ő égbe emelkedését. Az Úr Jézus miután húsvét vasárnap föltámadt, 40 napon át megjelent az övének, az arra kijelölt tanúknak. Mégis a 40. napon, amikor égbe emelkedik, akkor kifejezése jut ebben az égbe emelkedésben, hogy az ő földi tevékenysége véget ér. És visszatér arra a dicsőséges helyre, ahonnan ő annak idején eljött. Visszatér a Szent Háromság dicsőségébe, a Szent Háromság boldogságába. És az Úr Jézusnak ez a megdicsőlése. Mégis akkor, amikor szemünket az égbe emelkedő Jézus Krisztusra tekintjük, illetve emeljük, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a mi sorsunk is. Mi is vele együtt részesülni akarunk abban a dicsőségben, amit ő adott nekünk. A Szentleckében hallhattunk arról, amit Szent Pál az efezusiakhoz írt, gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Egy keresztény ember egyetlen egy nap sem felejtheti el, hogy ő nem erre a földi életre van hivatva, hanem amire az Úr Jézus meghívott bennünket. Ezért mondjuk azt, hogy a mi hazánk a mennyben van, és minden tettünket át kell, hogy hasson az a tény, hogy majd egyszer itt ezen a föld életen minden véget ér, de az Istennek felelősséggel tartozunk, és nem mindegy, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, nem mindegy, hogy hogyan cselekszünk, nem csak azért, mert egyszer majd számot kell erről adni, hanem inkább azért, hogy az Isten szeretete mozgasson bennünket. És ugyan az apostolok cselekedetében is hallhattuk, az angyalok elmondják a titkot, hogy ahogyan látták az apostolok égbe emelkedni, az Úr Jézust ugyanúgy fog eljönni majd a világ végén, és megítél bennünket. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor Krisztus másodszor el fog jönni. És azt gondolom, nem is az a dolgunk, és nem az a feladatunk, hogy találgassuk, és mint egyfajta rémhírrel gondoljunk, hogy akár holnap is lehet a világ vége, miközben igaz,
hogy bármikor vége lehet ennek a világnak, hanem inkább arra, mint az Úr Jézus az evangéliumban mondott, menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vagyis az Úr Jézus kér tőlünk, hogy apostolkodjunk, hogy az ő örömhírét vigyük el minden emberhez. És ne feledjük el azt a mondatot sem, amit az Úr Jézus az evangéliumban mondott, amely számunkra talán fenyegetőnek vagy félelmetesnek is tűnik, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Vagyis manapság, mintha elfelejtenénk ezt a tényt, hogy az Isten szeretete olyan értelemben választ vár, hogy az örök életem azon múlik és azon fordul, hogy elfogadom-e azt, amit az Isten nekem adni akar. Elfogadom-e a mennyországi boldogságot, vagy nem? És ez a keresztségünkkel kezdődik el. Sajnos kell beszélni erről a tényről, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a szívükben még nem gyúlt világosság, és nem keresztelkednek meg. És hogyha valóban szó szerint értelmezzük, amit az Úr Jézus mondott, aki nem hisz, nem keresztelkedik meg, az elkárhozik. Tehát feladatunk az, hogy igenis, akár a rokonságunkat, vagy a baráti körünket is figyelemmel tartsuk, hogy kik azok, akik a keresztség szentségében még nem részesültek, mert enélkül nem üdvözülhetünk. Ez a Jézusi út az egyenes és világos dolog, amelyet követnünk kell. Ez az útja az üdvösségünknek, amit az Úr Jézus megmutatott és kijelölt számunkra. És miközben ebben utat akarunk mutatni másoknak, mi sem feledkezhetünk meg a célunkról, hogy az Isten világába kell eljutnunk. És hogy ez azt is jelenti, hogy itt ezen a földön zarándokok vagyunk, vándorok. És érdemes végig gondolnunk, hogy mi az, amit a hátizsákunkba beleteszünk és hordozunk, és mi az, ami felesleges, mert hogy értelmetlen és céltalan. Isten kegyelméből keresztény vagyok, tetteim szerint nagy bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, s helységről helységre zarándoklok. Tulajdonom a következő. Hátamon egy zsák száraz kenyérrel, a mellemen a Szentírás, ennyi mindenem. Így kezdődik egy ismeretlen orosz zarándok lelki naplója, amelyből megtudhatjuk, hogy a zarándok útján egyetlen kísérője a Biblia és az imádság. Célja pedig nem valami evilági város, hiszen a mi hazánk nem itt a földön van, hanem oda át. Igen, azt gondolom, hogy zarándoknak lenne azt jelenti, hogy a szívünkön hordozzuk a Szentírást, amit az Isten üzen nekünk, ami irányt szab, amely éltet bennünket, és segít bennünket abban, hogy eljussunk az igazi célunkhoz. Igen, zarándokok vagyunk. Persze az élet sokféleképpen megtörhet bennünket, sokféle próbatételen mehetünk keresztül. Mégis nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire tudunk hűségesek maradni az Istenhez, és mennyire tudjuk a célunkat beteljesíteni. Sík Sándor a Szent Alexiszban ezt írja. Zarándokok vagyunk, Uram,
szegény hajót öröttek. Vadvihar után ketten túlélők minden társainkat, hullámmal, úttal, éjszaka fagyával, halálra küzdve úgy jövünk ide, keresztények között pihenést keresni. Mi ez? Mi város ez, mely megszentelt kövét a fáradottaknak nyughelyül kínálja? Igen, hajót öröttek lehetünk, tele fáradtsággal, félelemmel, de a keresztények között pihenést keresünk. A megszentelt kő a templomnak a köve, ahol mi is nyugalomra lelünk. Mert mi ad nekünk nyugalmat is, mi veszi el a félelmünket? Egyedül Jézus Krisztus, aki az ő megváltásával mindannyiunknak megadja a mennyországi boldogságot. Ez az, ami erőt ad nekünk, mégpedig azt, hogy bármilyen is legyen a föld életünk, az Isten az ő dicsőségében részesít bennünket. Gyújtson világosságot lelketekben a Szentlélek, hogy megértsétek, hogy milyen nagy hivatásra hívott meg benneteket a jó Isten. Igen, a Szent Lelket hordozni a szívünkben, amelyet az Úr Jézus megígért nekünk, azt jelenti, hogy minden értelmet nyer. Hiszen annyira vágyunk arra, hogy ne értelmetlenül és céltalanul éljük az életünket. Ahogyan az egyik gondolkodó mondja, aki tudja, hogy miért él, az bármilyen hogyan kibír. Igen, gazdag és fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Igen, amiről Szent Pál apostol azt írja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát mi emberek nem tudjuk elképzelni a mennyországnak a dicsőségét, boldogságát és szépségét. Nincs emberi szó, amivel el lehetne mondani. Sőt, nincs olyan kép sem, amivel meg lehetne festeni a mennyországnak a szépségét és a mennyországnak a dicsőségét. Egyet tudunk, hogy az Úr Jézus örök boldogságot ígér. Az Úr Jézus mennybe menetele mindannyiunk számára azt jelenti, hogy ő az emberi természetet megdicsőíti. Hogy a mi sorsunk is ugyanez lesz, mint az övé. Szenvedés, halál, föltámadás és mennybe menetele. A teológusok beszélnek kettős halálról és hármas születésről. Mit is jelent az egyik, és mit is jelent a másik? Kezdjük a születéssel. Először is, akkor, amikor az édesanyánk méhéből kibújtunk, akkor megszülettünk. Ez az első születés. A második születés, amikor a keresztségben az Isten gyermekévé lettünk. A harmadik születés pedig az, amikor megszülettünk a mennyországi életre, amikor elkezdődik számunkra a mennyországi élet. Bizonyos helyeken az egyik temetési énekben énekeljük, hogy szép ünnep a halálnapja, mert hogy a halálnapja a mennyei születésünknek a napja. Ez a hármas születés. És van a kettős halál. Az első halál az, amikor itt a föld életünk befejeződik. És a második halál pedig az, amikor az ember elkárhozik. A második halálnak nem lesz minden,
a második halálban csak azoknak lesz része, akik az Istent elutasítják. Tehát mindannyiunk számára az a lényeg, hogy ezt a második halált elkerüljük. És itt a földi életünkben kell fölkészülni arra a másik világra. Az Úr Jézus megígéri a Szent Lelket az apostoloknak, sőt arra kéri őket, ne menjenek el Jeruzsálemből addig, míg el nem jön hozzájuk a vigasztaló, az igazság lelke. A Szentlélek Úristen az, aki bennünket is vezet, a Szentlélek Úristen az, aki a mi lelkünket is be tudja tölteni azzal az örömmel, azzal a békével, amely a mennyországi tudatból fakad. Kérjük a Szent Lelket, hogy vezessen bennünket, hogy a második halálnak ne legyünk részesei. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy Szent katolikusi és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját, Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk az egyház szagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy elhunyt Varga József édesapa, akiért ezt a szent misi áldozatot felajánljuk, eljusson a te boldogító színelátásodra, és a mennyei dicsőség részese legyen. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass minket! Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepi. Alázattal kérünk viszonzásulat, hogy szentség ajándékait mennyei életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Urunk Jézus dicsőséges királyunk, a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára a mai napon fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjunk. Ítélje a világot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt, reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük a mennybe, ahová, mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért járod az egész földre, a nagy világot rendezve bújjunk,
a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és víg nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Uram Istenem, dicsőséggel betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áld, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Isten, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útjait,
útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszúródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, elhunyt József édesapát, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzen meg engem az örök életre.
Krisztus lelke, szentel meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihlesd meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, s add, hogy eljussak hozzád, és szenteiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei jeledellel táplálsz, add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, holnap hétfőn és kedden reggel 7 órakor lesz Szent Mise, csütörtökön 17 órától szentségimádást tartunk, csütörtökön, pénteken és szombaton is 17:30-kor kezdődik majd a Szent Mise. A következő vasárnap pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük majd meg, és egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért ajánlom fel a Szent Misét. Holnap délután 2 órától imaóra lesz egyházközségünkért itt a templomban. Ugyan többször elmondtam már, de május 20-án van a személyi jövedelem adó bevallásának az ideje. 2x1%-ról döntünk, az egyik 1%-ot egyházaknak lehet felajánlani. A katolikus egyháznak a technikai száma 0011, a másik 1%-ot pedig különböző alapítványoknak, egyesületeknek, az egyházközségünknek is van alapítványa, az adószáma honlapon is megtalálható, de itt a fali újságon is. Szeretném megköszönni az előző években kapott, így módon kapott adományokat, és aki ezt a fáradtságot megtette az idén, azoknak is köszönöm. Május 29-én a szombatesti szentmisében emlékezünk majd meg a május hónapban elhunytakról. Szeretném azt is hirdetni, hogy Berekfürdőn vasárnaponként 17 órakor kezdődik a Szent Mise. Tehát ha esetleg valaki nem tud itt Karcagon részt venni, akkor még van egy másik lehetőség is. Illetve talán említettem, de május 10-ével a püspöki konferencia újra rendelkezett a járványügyre való tekintettel, mégpedig az, hogy a vasárnapi, illetve az ünnepi szentmise újra kötelező. Természetesen a betegség az mindenkit fölment, tehát olyankor, ha valaki beteg, az maradjon odahaza, illetve hogy a előírásokat, a szájmaszkot, készfertőtlenítést is, hát amennyire lehet a távolságot tartsuk be. Most pedig az ünnepi áldás következik. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, akinek egy szülött fia a mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda, ahová már eljutott. Amen. Adja meg nektek, hogy amint a feltámadt Krisztus látható módon megjelent tanítványainak, jelenjék meg nektek is az ítélet napján örök életet adó irgalmával. Amen. És ti, akik hittel valljátok, hogy Jézus az Atya dicsőséges jobbján ül, boldogan tapasztalhassátok
hogy ígérete szerint veletek marad a világ végéig. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk a papi és szerzetesi hivatásukat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.